Istennek népe, szent gyülekezet, kedves testvérek, halljátok az igét, amelyet olvasok a Máté evangélium a 23. fejezetének 37., 38. és 39. verseiből, és a 24. fejezet első két verséből. Tehát a megnevezett helyről, a Máté evangélium a 23. fejezetének utolsó három versét és a 24. fejezet első két versét olvasom. Jézus mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Ime elhagyottá lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk, hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a tegnapi napon, a nemzeti ünnepen bizonyára nagyon sok szónoklat elhangzott. Bizonyára országunk különféle helyein, városokban, de lehet, hogy falvakban is nagyon sok beszéd elhangzott. A nemzeti ünnep kapcsán ilyen és olyan, és nekem az a kérdésem erről a helyről, hogy volt-e bennük komoly, felelős, profétikus hang? Hogy volt-e, ezt nem tudom. Nem hallottuk ezeket a beszédeket, de már megszoktuk azt, hogy ilyenkor a nemzeti ünnepet mire használják föl a politikusok, azok, akik szónokolnak, akik a néphez szólnak. Ugyanis az igazi komoly beszédnek az ismérve, az igazi komoly szónoklatnak az ismérve az, hogy őszinte, hogy nincs benne hazugság. Hogy nem a saját hatalomnak a megépítésére való, és az is ismérve ezeknek a beszédeknek, hogy feltárják a valóságot, hogy nem hazudják el az igazságot, hogy nem takarják el népünknek valódi helyzetét, azt, amiben vagyunk, amelyben állunk. Egy nagy zeneköltőnek, Szokolai Sándornak, nagy zeneszerzőnek az egyik főműve így hangzik, jobbítsd a nemzetöt. És tulajdonképpen ez a legfőbb ismérv, hogy amikor valaki megszólal, amikor valaki a néphez szól, akkor vajon ez a szándékai jobbítani a nemzetet, fölemelni a nemzetet, valós dolgokról beszélni, és az igazságot feltárni, és megmutatni profétikusan a jövőnek az útját. Én nem tudom, hogy ilyen beszéd hangzott-e el, ha igen, akkor áldott legyen érte az Isten. Testvéreim, ez a prófétai hang, ez életet mutat, jövendőre mutat, ez mutatja meg a nemzetnek, az országnak az előre haladása útját, és az ilyen beszéd nem szépít, a valóságot adja, és nem szédül el saját sikereitől az, aki éppen beszél a néphez. Testvéreim, azzal kell foglalkoznom ennek az igének a kapcsán, hogy milyen az igazi próféta. Egyáltalán ki az, hogy próféta?
Hát testvéreim, a próféta mindig Isten igéjét kapja, és mindig Istennek az igéjét adja tovább, és abból nem veszel semmit, és nem tesz hozzá semmit. És az igazi próféta minden helyzetet, a saját önnön életének a helyzetét, vagy egy közösségnek, vagy egy nemzetnek az életét is az Isten igéjének a fényében látja és láttatja. A próféta látó, előre lát, látja a valóságot, mert az Isten megüzeni neki, ez lesz és az lesz, és hirdesd meg a jövőt, vagy éppenséggel hirdesd meg a jövőtlenséget. Ez a prófétának az igazi küldetése, az igazi feladata. És az is, testvéreim, hogy néven nevezi a bűnt. Én nem tudom, hogy a tegnapi szónoklatokban volt-e erről szó, ha figyeltétek a híradásokat, ha figyeltétek a bejátszásokat ezekből a beszédekből, volt-e arról szó, hogy milyen bűnöket követünk el nap mint nap? Volt-e arról szó, hogy miféle tékozlások mennek ebben az országban? Néven nevezni a bűnt, a nemzetét is, az országét is, a saját magunkét is, mert Isten ezt bízta ránk, a prófétákra, és én attól tartok, hogy ezekről nem igazán volt szó. Inkább megszépíteni a jelent, megszépíteni a helyzetet, és hatalmas ígéreteket tenni a jövőt illetően. Testvéreim, amit felolvastam, az az ige, vagy azok az igék hatalmas proféciák. És hogy kitől származnak, maga Jézus Krisztus mondja el ezeket a proféciákat. És úgy fogalmazza meg ezeket a proféciákat, hogy sír az ország felett. Hogy fáj neki az az állapot, amelybe Jeruzsálem került, amelybe a saját népe jutott. Én nem tudom, hogy a tegnapi szónokok közül valakit mélyen megrázott-e, ami országunknak baja, helyzete, súlyos volta, vagy egyszerűen egészen másról volt szó. Lássátok, hogy az igazi próféta Jézus sír az ő népe állapota miatt. Testvéreim, komoly, fajsúlyos ítéletet mond. És azt mondja ki Jézus, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Elmondja azt, hogy miként bánt ez a nép a prófétáival. Azokkal a nagyszerű emberekkel, akik éltek és haltak a népnek a jelenéért és jövőjéért, akik elmondtak mindent azért, hogy a nép fölvirágozzék, hogy a nép előre jusson, hogy a népnek üdvössége legyen. És ezeknek a nagy prófétáknak a sorsa a pusztulás, a számkivetettség és a halál volt. Gondolhatunk azokra a jeles magyarokra, testvéreim, akiket nem becsültünk, akiknek haláluk után állítunk egy-egy szobrot, de műveiket meg nem becsültük, alkotásaikat talán más nemzet hasznosította. Gondolhatunk ezekre a nagy emberekre, ezekre a prófétákra, de elsőrenden azokat kell értenünk, akik Isten igéjét hirdették a népnek, és a nép nem vette be őket, sőt kitaszította, kiforta őket a maga testéből. Mit hirdettek ezek a próféták? Térjetek meg ahhoz, akitől oly messze eltávolodtatok. Mondja Ézsaiás, térjetek vissza ahhoz, akitől elfordultatok. Vissza kell térni, és vissza kell fordulni az Istenhez. Ezek a próféták nem magukhoz akarták fordítani a népet. Nem csapatot akartak verbuválni maguknak, hanem az Istenhez akarták téríteni a népet, és a népnek a szívét. És amikor ezek az igék, amelyeket hirdettek, az elevenbe vágtak, a húsba vágtak, akkor megsértődtek a népnek a fiai, és elfordultak tőlük, és elfordultak Istentől is. Megharagudtak, és inkább megölték a prófétákat, mint hogy higgyenek annak az Istennek, aki őket elküldte.
csak hogy a próféta Isten embere. És a prófétákat nem lehet következmények nélkül megölni, nem lehet büntetlenül elhallgattatni, és nem lehet az Isten igéjétől büntetlenül elfordulni, mert Isten üzen a prófétákon keresztül az emberekhez. Jeremiás próféta ezért mondja, de ha nem hallgattok ezekre az igékre, rommá lesz ez a ház. Rommá lesz a királyi ház. Arról van itt szó Jeremiás prófétánál. Hiába a nagy uralom, a dicsőség, a pénz, a pompa, minden rommá lesz, ha nem hallgattok az Istennek az igéjére. És a legnagyobb próféta, ami Urunk Jézus Krisztus, ítéletet hirdet Jeruzsálem fölött. Nem hízeleg és nem ígérget, nem mondja azt, hogy mindegy, hogy miképpen éltek, a jövő úgyis csodálatos lesz, hanem azt mondja, hogy mivel elfordultatok, mivel nem vettétek be az én igémet, ezért jön az ítélet. Senki és semmi föl nem tudja tartóztatni ezt a hatalmas ítéletet, amely rátok fog jönni. Elhagyottá lesz a ti házatok. Előre vetíti, testvéreim, a szomorú jövőt. Az Istentől elfordult népnek a jövőjét, pontosabban a jövőtlenségét, az elhagyatott házakat, a pusztulást és a romokat, ezeket vetíti előre a nép számára. Volt idő, volt alkalom, mert így kell érteni Jézusnak az ítéletét, amikor odafordulhattatok volna hozzám, amikor megtérhettetek volna, de ti mást akartatok, ti nem akartátok, nem éltetek ezekkel a lehetőségekkel, és ezért ím lássátok, mi lesz a jövő, mit hoz a holnap. Testvéreim, a romlás igazi oka az, hogy elfordultak Istentől. Ezt mondja ki Jézus őszintén és igaz módon, elfordultatok, ez minden oka annak, hogy majd jön az ítélet. Testvéreim, mi az oka a romlásnak nálunk, a mi országunkban? Azt mondják, hogy majd, ha beindul a gazdaság, akkor minden szép lesz, és minden jó lesz. Testvéreim, ez még nagyobb alapja lesz a tékozlásnak és a tolvajlásnak, mert azt gondolom, hogy ok lesz arra, hogy még inkább meg annyi minőség nélküli torzó jöjjön létre ebben az országban. Ha majd beindul a gazdaság, akkor nem lesz itt semmi baj. Én meg azt mondom, ha majd Istenhez térünk, akkor minden másképpen fog menni, akkor nem tűnnek el pénzek és fél országnyi dolgok, akkor majd lesz jövőnk és fölvirágzás. Élet akkor lesz, és jövő akkor lesz, ha hozzátérünk. Ezt mondja Jézus, és ebből nem lehet semmit elhallgatni. Ha megvalljuk őszintén bűneinket, ha szánjuk és bánjuk az eltékozolt eurómilliárdokat, hogyha azt mondjuk, és nem csak mi itt a templomban, hanem egyetemlegesen az ország vezetői is, nem úgy tettük a dolgunkat, ahogy kellett volna, ha oda borulunk elé, akkor majd lesz változás és lesz jövendő. Ez a hang nem jelenik meg. Ez a hang hiányzik, a prófétai gondolat és üzenet, és ezért minden látszat eredmény ellenére rohanunk a vesztünkbe. Egyik politikus arról beszélt, hogy ha nem születnek gyermekek, akkor nem várhatunk semmi jóra. Minden mindennel összefügg. Valahogy, mintha nem érdemelnénk a jövőt, ezek miatt, a tékozlások miatt. És azt mondja Jézus, hányszor hirdettem nektek, és ti nem hallgattátok. Hányszor akartalak titeket összegyűjteni, de ti nem akartátok. Úgy akartalak összegyűjteni benneteket, mint kotlós a csibéit. Ti azonban nem akartátok. Ez a különös kép, a kotlósnak a képe, testvéreim, két dolgot jelent. Közösséggé akartalak benneteket formálni.
Ez volt a célom, hogy nép legyetek, közösség legyetek, hogy Isten népe legyetek, de ti nem akartatok Isten népe lenni. Nem akartatok egy néppé lenni. Testvéreim, mintha nekünk szólna, nekünk magyaroknak. Én nem tudom, hogy van-e más nép, amelyik ennyire szét van szórva, és ennyire szét van szabdalva egy ilyen kis hazán belül is. Jézus azt hirdeti, hogy azt szeretném, hogy egy nép legyetek. Nézzétek meg a jelen való állapotunkat, és lehet mutogatni egymásra, lehet mondani bármit, de mi nem vagyunk egy nép, nem fogunk össze, szinte semmi közünk nincs egymáshoz, úgy élünk ebben a hazában, különféle csoportosulások. És a másik jelentése ennek a jézusi képnek, hogy a kotlós a vihar elől akarja menteni a csibéit, azért a szárnyai alá szedi őket, mint falusi lelkipásztor, hányszor láttam ezt a gyönyörűséget. Sok-sok kotlós a csibéivel, és amikor beborult az ég, és valami égi vihar keletkezett, akkor milyen csodálatos ez az állati ösztön, védeni akarta a pusztulás elől a csibéit, az övéit. Vagyis Jézus azt mondja, hogy azért jöttem közétek, azért hirdettem az Istennek az igéit, hogy megmentselek benneteket a vihartól, az ítélettől, a pusztulástól, hogy biztosítsam számotokra a jövőt és az életet, de ti nem akartátok, ti nem gyűltetek össze, és nem foglalkoztatok azzal, hogy mi lesz a jövendő. Inkább élni most jól a mában, elveszítve a jövőt és a holnapot. Saját vesztetekbe rohantok, mondja Jézus, és mindezeket sírva meséli el, sírva mondja el ezt a hatalmas proféciát Izrael fiainak. És mi történik? Azért választottam így az igéket, mert egymáshoz tartoznak, mert amikor Jézus elmondja az ítéletes beszédet, akkor elhagyja a templomot. Ez hozzá tartozik a felolvasott igéhez. Elmondja és kimegy a templomból, és ezzel tulajdonképpen azt hirdeti meg, hogy mindennek vége van. A templomban nem fog szólni többet az ige. Nem hirdetem többé közöttetek, nem fogom kitekerni Ézsaiás tekercsét, és nem fogok olvasni, és nem fogok magyarázni belőle. Jön a vég, a pusztulás, elhallgat az ige az Isten házában. Nem láttok engem mostantól fogva, mondja Jézus, nem fog felhangozni az Istennek az igéje. Ha van félelmetes dolog, ha van fájdalmas dolog, akkor az az, ha az Isten háza nem az, aminek való, amire rendeltetett, ha nem hangzik ott többé az Isten igéje. Képzeljétek el, hogyha valami rendelet folytán nem használhatnánk templomainkat, ha nem szólalhatna meg az Istennek a szava, mi lenne velünk? És Jézus ezt mutatja meg, kimegy a templomból, és ez is ítéletes, ide-vissza nem tér többet, és nem fog hangozni az Istennek az igéje. Ha nincs ige, ha nem szól, akkor nincs funkciója a templomnak, és akkor minden elveszett, akkor minden reménytelen, akkor nincs jövendő és nincs holnap. És amikor kimegy Jézus a templomból és tovább akar menni, a tanítványok megállítják, összetartozik ez a két ige, és elkezdik mutogatni neki a templom szépségét. Milyen különös az, hogy nem értik a tanítványok az ítéletes beszédet, nem értik, hogy Jézus miről beszél, megy a halál felé, és jön majd az ítélet, és mutogatják neki a templom gyönyörű köveit. Amikor rávetődik a napnak a fénye, olyan csodálatos volt, azt mondják, az olajfák hegyéről is lehet látni a templomot, vagy lehetett látni ezt a templomot. El kell mondanom nektek, hogy amikor legelőször ide jöttem szolgálni, Kerecsent felől jöttünk, és gyönyörű napos idő volt, és egyszer csak a dombok között megláttam, a fák között a várost, a bazilikát,
ahogyan rávetődött a napnak a sugara, olyan csodálatos volt, valami hasonlót lehetett látni az olajfák hegyéről. Látták a tanítványok, amikor oda leültek a dombra, a csodálatos jeruzsálemi templomot, és ott mutogatják neki, mielőtt eltávoztak volna, nézd, micsoda gyönyörű templom ez, milyen hatalmas kövei vannak, milyen szemet kápráztató építmény ez. És azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, amikor így kezdi a maga beszédét, akkor abban az van benne, hogy higgyetek abban, amit mondok, mert úgy lesz. Bizony mondom nektek, majd meg fogjátok látni saját szemeitekkel, ha ti nem, akkor az utódaitok, hogy kőkövön nem marad, ami le ne romboltatnék, mert az ítélet feltartóztathatatlan. Hiába mutogatják a tanítványok a templomnak szépségét és ékességét. Ez a templom elveszett. Ez a templom pusztulásra ítéltetett, bizony mondom nektek, egyetlen köve ennek a templomnak meg nem maradhat. A templom, amelyben nem szól az ige, és az emberi szív, amelyben nem telepszik meg az Istennek az igéje, az róm és pusztaság. Krisztus azért beszélt, és azért hirdette az Istennek szavát, hogy eltalálja vele a mi szívünket, hogy bűnvallásra, megtérésre és hozzáfordulásra késztessen bennünket. Elvétetik ez a lehetőség Izraeltől, Jeruzsálemtől, és marad az ítélet. Amiről tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben be is következett. A rómaiak megjelentek, és a földdel tették egyenlővé a várost és a templomot. Amit Jézus mondott, bizony-bizony, mondom nektek, az bekövetkezett, az megtörtént, mert Isten megítélte az ő népét. De a legnagyobb baj nem a templom pusztulása, testvéreim. Azon hiába síránkoztak, vagy hiába síránkoznánk, a legnagyobb baj az, hogy a próféták prófétáját, az uraknak urát, a királyoknak királyát nem fogadták be, a mi Urunk Jézus Krisztust. Azt a szentek szentjét, akiben teljes volt a kegyelem, aki a maga szeretetét hozta, az Istentől jött közénk, hát ezt az urat nem fogadták be, nem volt hely a számára, megölték, de jobb, ha úgy mondom, hogy megöltük mi mindnyájan együtt. És most mégis azt kell hirdetnem, azért vagyok itt, hogy ne az ítélet szava maradjon az utolsó szó, hanem a lehetőségé, mert azt hirdeti közöttünk, hogy ma még itt van a kegyelemnek az ideje, ma még lehet okulni a példán, lehet ennek az ítéletes népnek a történelmi múltján tanulni, és odafordulni hozzá. Ő hív bennünket, ő kéri ezt tőlünk, hogy odaforduljunk, megvalljuk bűneinket. Nem csak mi a keresztény nép, nem csak az itt lévők, hanem ez az egész nemzet. Ha megmaradni akar, ha jövőt akar magának, akkor nincs más út, és nincs más mód, csak a leborulás, a bűnvallás, ahogyan imádkoztuk Dávid bűnvalló imádságával, hogy megtisztítson magának bennünket, és alkalmassá tegyen arra, hogy befogadjuk az ő igéjét, és hirdessük az ő szavát. Jöjjetek, és áldjuk ezt az Urat, aki közénk jött a maga kegyelmével, azért, hogy megváltson bennünket bűntől és